Szeretettel köszöntöm a jelenlét nézőit. 63. alkalommal tartották meg Nagy Kikindán a Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválját. Mint általában idén is bekerültek magyar előadások is a versenyprogramba. Idén összesen 4 produkció. Hat felnőtt és 5 gyermek előadást áll versenyben Nagy Kikindán. A szelektor Dusan Petrovics rendező volt, mintegy 40 előadást nézett meg, és abból választott ki 11-et. Szavai szerint ebben az évadban a színházak teret adtak a fiatal rendezőknek, illetve szomszédos országokból is hívtak alkotókat, akik új színházi formákat és kifejezésmódokat alkalmaztak. Rendezés szempontjából igen érdekes ez a fesztivál, mert olyan előadások vannak, amelyek műfaji szempontból nem a hagyományos kategóriákhoz tartoznak. Sok a szerzői projektum, amelyek a nagy klasszikusokat és a modern, kortárs alkotásokat is újraértelmezik, ilyen például a Zombori Népszínház Varázsló című előadása, amely Schillig szövege alapján készült. Fogalmazhatok úgy, hogy olyan előadásokról van szó, amelyek több szempontból is eleget tettek a legmagasabb kritériumoknak. A gyermekeknek szánt darabok esetében jelentősen gyengébb a felhozatal. Itt eleve 7 előadás közül választottam ki azt az 5-öt, amelyeket jónak találtam. A fesztivál az Újvidéki Színház társulatának produkciójával vette kezdetét. Kokán Mladenovics rendezésében az Opera Ultima című darabot vitték színre. A keddi nap ismét az újvidékieké volt. Másik kiválasztott előadásuk, Anka Bradó Rosmersholmja került színre, technikai okok miatt az Újvidéki Színházban. Szerdán este a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Passport a Démonok Városa című előadásával vendégszerepelt Urbán András vezénylésében. Alapvetően arra törekszem, hogy ne elvárásokkal üljek be, hanem egyfajta nagy nyitottsággal minden előadásra, és valóban az ott itt és most, vagyis hát amikor éppen nézem, történjen meg velem a dolog. Mit vár el egy ember egy fesztiváltól, hogy valóban azok az előadások, amiket a szelektor a legjobb tudása szerint, vagy ízlése szerint kiválogatott, azok valóban elérjék azt a minőséget, amik miatt helyük van ezen a fesztiválon. Számomra ez jó alkalom arra, hogy egy hét alatt sok előadást nézzek meg, és hogy valamilyen szinten bepillantást nyerjek a Vajdasági Színház életébe. Hogy lássam, kik a rendezők, megjelentek ugye új, fiatal színészek, dramaturgok, és hogy ők hogyan dolgoznak. Érdekes felfedezni, hogy van olyan társulat, amely egyik este komikus operát, milliméterre kiszámított politikai színházat játszik, másnap pedig egy finom, klasszikus drámát. Hátra van néhány előadás, úgyhogy kíváncsian várom, mi újat látok még. Az előadások által átfogó képet kapok a vajdasági színházakról. Jó, hogy helyet kaptak a fesztiválon a gyermek és báb előadások, valamint drámai színdarabok, sőt az első nap opera jellegű darabot is láttunk. Az azért már látható, észlelhető, hogy igen magas mércét követ mindegyik társulat. A Szabadkai Gyermekszínház társulatának Tigris Péter című előadása a magyarországi Vörös Tibor rendezésében került be a válogatásba. A gyerekeknek szóló előadások között láthatta a fesztivál közönsége az Újvidéki Ifjúsági, a nagybecskereki Tósa Jovanovics, a Zombori Népszínház meg a Szabadkai Népszínház 1-1 produkcióját. A Vajdasági Hivatásos Színházak 63. fesztiválja mellett kísérő rendezvények sokaságát iktatták be a szervezők. Több műhelymunkát, könyvbemutatót és alkalmi kiállítást is tartanak Nagy Kikindán. A fesztivál április 21-én díjkiosztással zárul. Az Újvidéki Magyar Tanszék hallgatói minden évben egy-egy versesesttel ünneplik a Magyar Költészet napját. Holnap indulnak a hajók, ez volt a címe az ideinek. Ezúttal kizárólag vajdasági költők verseiből válogat. Kreatív színpadi megoldásokkal elevenítették meg a fiatal irodalmárok a folyót, mint jellemző vajdasági költészeti toposzt.
mely fogalom köré csoportosítva az elmúlt évtizedekben valódi létösszegző költemények kerültek ki legjobb költőink keze alól. Idén vajdasági magyar költők verséből adunk egy válogatást. A hallgatók szerettek volna végre valami vajdasági témával foglalkozni, és azt sugallja a cím, hogy nagyon sokféle megközelítésben beszélnek a vajdasági költők a folyóról. A folyó a témája, tehát a Duna élmények, a Tisza élmények, és hát van egy alapvető különbség a víz meg a folyó között, az, hogy a folyónak történelme van, és a folyó mint egy personifikált szereplő is megjelenik ezekben a versekben. Az esten Antalovics Péter és Benedek Miklós személyében a vajdasági magyar költészet legfiatalabb képviselői is megmutatták magukat, saját alkotásaikat olvasva fel. A motívumaikkal ők maguk is elődeik útját követik, hiszen például Benedek első verses kötete Nem indul hajó címen látott napvilágot a közelmúltban. Hát igen, én eredetileg Domonkostól emeltem be a hajó motívumot, és tényleg és ma is, míg a programot néztem át, akkor szembesültem azzal, hogy van egy Junkának egy konkrétan egy ilyen című verse, úgyhogy ez most meglepett tényleg, hogy én nem tudtam, hogy van ilyen verse, de mondom, én Domonkostól vettem át a hajó motívumot, úgyhogy ez a hagyomány része, a hajó úgy néz ki, hogy nagyon is. Nálam ez egy ilyen utazás, egy ilyen belső utazás, vagy egy ilyen elvágyódás. Én ezt értem bele, én ez alapján használom fel ezt a motívumot, úgyhogy nálam ez erről szól, de másoknál ez, hogy szerintem azért a nagy többségnél ez a hajó motívum az ugye ilyen az utazás, meg az elvágyódás, meg stb., úgyhogy ez így van nálam is. Úton útfélen belebotlok abba, hogy egy folyót is be kell írnom versbe, mondjuk egy versnek az utolsó sorában valami folyósat oda kell írnom, hogy teljes legyen, úgyhogy tudat alatt úgy bennem az, hogy a folyó az egy olyan hasznos motívum. Hogy. Mivel a magyar tanszéken csupán harmadik évtől tanítják a vajdasági magyar irodalom tantárgyat, ezért sok jövendőbeli magyar tanár most mélyedt el először az itteni elődök költeményeiben. Maga az a tudat, hogy vajdasági költő verseit szavaljuk, az már úgy közelebb hozza a verseket hozzánk, és sokkal jobban a magunkénak érezzük az egészet. Én most másodéves vagyok, eddig nem sok, de az elkövetkezendő években többet fogunk velük foglalkozni, lesznek olyan tantárgyaink, ahol direkt vajdasági szerzőkre lesz a hangsúly fektetve. Amiben egyetértenek a fiatalok, hogy nem létezik igazi élő kapcsolat az est folyamán megidézett korábbi generációk alkotói és a mostani fiatalok között. Az az igazság, hogy mi is most ismerkedünk velük többségében, és hát ezek a versek által és ezek a szövegek által ismerjük meg őket, az életüket, a munkásságukat. Tehát mi úgy jöttünk ide, hogy annyira nem ismerjük őket, de most vagyunk az ismerkedős fázisban velük. Szeretem Tolnai Ottónak a verseit. A többségéről úgy hallottam, de kellene velük is foglalkozni, és szerintem ez a műsor is azt sugallja, és azt üzenni, hogy érdemes a vajdasági költőkkel foglalkozni és olvasni őket. Élő kapcsolaton nincs, csupán annyi az egész, hogy elolvasom, amit megírtak, vagy megírnak, és ez az összes. Nem tegyeti. Hát vannak olyan pillanatok, amikor igen hiányolom, de általában úgy nem érzem szükségét annak, hogy személyes kapcsolatom is ezek kell az alkotókkal. Az est folyamán átadták az év elején a tanszék által meghirdetett esszé pályázat díjait is. A zsűri nevében Samu János értékelte a 10 beérkezett pályamunkát, melyet a magyar tanszék és a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar hallgatói küldtek be. Az első helyezett Kovács Hédi lett, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta a helyszínen átvenni díját. A második helyezést Szalma Brigitta, a harmadikat pedig Balogh Anikó érdemelte ki. Az a lényeg az egész esznek, ez minden témakörnél, több témából áll, szóval több témát sűrítettem össze, hogy az emberek például ilyen szituációban, amiben én vagyok, nagyon vigyáznia kell arra, hogy hogyan beszél. Tehát, hogy helyesen beszéljen, otthon, a családi körben, vagy barátok körében pedig akárhogy beszélt, ahogy akar. Ez a lényege. Próbáltam a szakirodalmat is megnézni, de főleg az én gondolataim uralták az esszét. Tehát
fogtam magam és megnéztem, mit gondolnak a nyelvészek ezekről a kérdésekről, és elmondtam a saját véleményemet. A hálás közönség a tapsért cserébe papírhajókat vihetett haza, csak hogy ne felejtsenek el néha-néha kikötni a vajdasági magyar irodalom partjainál. Bár Gedei Viktóriát drámaszerzőként is megismerhettük az Újvidéki Színház drámaíró versenyén, a fiatal kisorosz író inkább főként a próza műfajában alkot. Nemrég jelent meg első önálló kötete. Olyan ember vagyok, aki nagyon rögzíti a pillanatokat, maga a pillanatok élességét és az érzéseket. Tehát, hogy nem is emlékszem egy nap történésére, nagyon megmaradnak akár pár éves koromból is. Még mindig ismerek olyan helyzeteket, amik így fölfölönnek belőlem, és még a szüleim se tudják, hogy pontosan ez mikor történt, vagy olyan megtörtént-e. Valóban, tehát nagyon, nagyon elraktározok magam a dolgokat, és ezek ilyenkor fölbuknak, mikor írok, így ösztönösen is én is így kapkodok, hogy ez honnan. És ezek nagyon nagy erőt adnak, és ikletforrás bizonyosan. Színek, tündérek, manók, az ezotéria és a gyermekkor világa. Fejlődési ciklusokon keresztül vezet az út, mondja Gedei Viktória, aki 14 éves korában kezdett verseket, majd később novellákat írni. Első kötetének szövegei is egy fejlődési ciklust írnak körül. Személyiségének fejlődési ívét az ezotéria világával, vagyis képletesen a csakra rendszerrel mutatja be. Mintha vízbe merült volna című kötete is egy ilyen szakasz lezárultával jött létre. Túl tudunk lépni ezen a fizikai síkon, és valami több van emögött, tehát biztos, hogy nem csak az, hogy születünk, élünk, szeretünk és meghalunk, hanem mi van ezelőtt és mi van ezután, itt próbálok ezzel foglalkozni. Ebben a mélységes kék fejezetben próbálok vallani önmagamról, azt hiszem itt sikerült a legjobban. Kötetben nagyon megjelenik ez a kétéltűség fogalma, tehát a sellő, félig nő és félig hal, és a béka emberek, és ez, hogy belemegyek a vízbe és kijövök, egy picit eltűnni vágyás, beleolvadás valamibe, számomra ezt jelenti, tehát hogy eltűnnék, legszívesebben nem is lennék itt, láthatatlanná válnék, és aztán mégis tovább kell élni, tehát ez egyáltalán ez a létkérdés, ha mondhatjuk, ezt is jelenti. És ugyanakkor elmerülés a régi érzésekben, mert nyilvánvalóan át kellett egy picikét formáljam egy 2004-es, 2002-es szövegnek a kompozíció, szét kellett írnom, mert nagyon darabos és nyersfos, mert akkor még szó szerint úgy írtam, hogy kitéptem magamból az érzéseket is leírtam. Nyilvánvalóan picit fel kell oldani ezt, és amíg szerkesztettem 2011-ben ezt a kötetet, egy kicsit el kellett merüljek újra ezekben a szövegekben. Nehéz volt, mert vissza kellett menjek arra a szintre, újra át kellett éljek bizonyos fájdalmakat. Az embernek van egy fejlődési ciklusa, amely után, tehát meg kell élni bizonyos életszakaszokat, talán én megéltem, tehát nem feltétlenül kell ahhoz fizikailag is meghalni, hogy meghaljunk, és utána jön egy újjászületés, tehát én itt tettem pontot, és nyilvánvalóan pont itt kellett, hogy rászálljam magam, hogy jelenjen meg ez a könyv, illetve a bátorságot merítsek, hogy igen, tehát most volt ez a szakasz, most zárult le. Nagyon kicsi koromban csak rajzzal tudtam kifejezni magam, bár csináltam olyan kis képes könyveket, amelyek mellé írogattam is, bár nem is a szöveg volt a lényeg, hanem a kép, a képiség. Nagyon régen elterveztem, hogyha lesz valamikor kötetem, akkor magam fogom illusztrálni. Tehát ez nagyon fontos. Arra nem nagyon térek ki, hogy ez pontosan a kötethez készült-e vagy nem. Tehát voltak rajzok, amiket így eltettem, hogy majd jó lesznek valamire. Pontosan ide illettek, tehát ez az akvarell, és ez a fajta formai világ, úgy érzem, hogy ide illett. A képekre mondták inkább azt, hogy női szemeket rajzolok a madárnak, vagy az konkrétan egy bagoly, vagy ugye női szimbólumokat ösztönösen rajzoltam, nem tudom, én ezt nem veszem észre konkrétan, ez nem tudatos, de örülök, hogyha más így látja, hogy van benne egy olyan finomság, ami ezt akarja.
Victoria szürrealista vízmotívumokkal teli prózáját nehezen lehet elhelyezni a hagyományos irodalmi színtéren, mondják a kritikusok. A kietlen bánáti környezetben egy üde egyedi jelenségként hatott első kötete. Nem tartozom semmilyen körhöz és semmilyen folyirathoz. Ez egy bizonyosan egy tudatosan vállalt dolog is. Ugyanakkor jó lenne, bár nem tudom, hogy el tudnának-e fogadni egyáltalán, tehát ahhoz nekem is kell változnom. Most a szabadságot választottam, és azt, hogy valóban úgy tudjak beszélni, hisz nyilvánvaló, hogyha betársulok valahova, akkor egy picit azért megmondják, hogy mit kéne és mit nem kéne. Én próbáltam magam kialakítani idáig a stílusomat is, és próbáltam magam fejlődni a magam belátása szerint. Most egyelőre így néz ki, jó lenne megtalálni azt a közeget. Nem tudom, tehát magányos vagyok, úgy érzem. És csak abban reménykedem, hogy lesznek emberek, akiket megszólíthatok, és lesz talaja ennek a... Tehát ahol valóban gyökeret foghat ez a könyv, remélem. Féltem és reszkedtem egyidejűleg, mert tudtam, ha befejezi a mondandóját, kőkövön nem marad, és végül egy új világrend keletkezik majd újabb ranglétrákkal. A teremtő istenek összeültek, a hét istenasszony, a halhatatlannak hit leghatalmasabbak, akik a nagy eseményre még öt istent vettek maguk mellé. A gyűlés előtt a rangidős már megalkotta elméjében a törvényeket, amelyeket majd a teremtett emberre fog ráróni. A modern világban elárasztanak bennünket a plakátok. Nap mint nap óriási mennyiségű reklámmal találkozunk minden lehetséges helyen. De talán sokan nem is gondolnák, hogy a reklámipar nem a modern társadalom vívmánya. Már a 19. században is fontos szerepet töltött be az emberek életében. Legjobb és legolcsóbb szappan az újvidéki páva szappan. Áll a szöveg egy múlt századi reklámplakáton, amelyet a Szabadkai Városi Múzeum Minden csak reklám című kiállításán tekinthetünk meg. A tárlat részleteket mutat be a vajdasági reklámok történetéből 1941-ig. A rettentően gazdag válogatás anyag, ami vajdaság több mint 12 múzeumából, 5 levéltárából, a filmarchívumból, könyvtárakból és magánszemélyekből került ide. Ez bizony egy nagyon ritka és egy nagyon sikeres közreműködésnek és munkának az eredménye, és természetesen a látvány. A látvány, amely egy olyan dizájn, egy olyan megoldás, amely különleges, egyedi, még nem volt Szabadkán, nem látható, és hogyha ez a 3-4 dolgot, amit elmondtam, már csak ez lenne, akkor érdemes lenne meglátogatni, de ez mellett természetesen rengeteg információt kap a látogató, hogyan reklámoztak, milyen felületekkel, milyen módon, a kirakatoktól, a képeslapoktól, a plakátoktól, a filmtől, a rádiótól, a történetektől, tehát a reklám, amely körülvesz bennünket, és amely néha diktál is. Hogyan kezdődött, hogyan született, és a vajdasági múlt vállalatok, különböző emberek készítményeik, kirakataik, még valamelyiket mi magunk is ugye emlékszünk rá. A 19. század második felétől a reklámszakma a legkülönfélébb módszerekkel reklámozott bizonyos termékeket. A múlt században például az Albus szappanra itt a vajdaságban reklámplakátokkal, reklámautókkal hívták fel a fogyasztók figyelmét. Sőt, a gyártó ismert zeneszerzőt alkalmazott a szappan reklámzenéjének megírásához. A reklám tehát cseppet sem új keletű dolog. A kiállítás a reklámszakma történetének fejlődését mutatja be. Ennek a kiállításnak az alapján inkább azt mondanám, hogy semmi új nincs a nap alatt. Tehát ezek a mai reklámtrükkök, amelyiknek nagy a jelentősége az életünkbe, azok tulajdonképpen valahol a gyökereik és egyáltalán a példaképeik a régi reklámokban vannak.
Singer varrógép, batacipői, Dr. Ötker vagy a Nestlé egykori reklámplakátjait is bemutató vándorkiállítás Újvidékről érkezett Szabadkára. 2 hónapig lesz megtekinthető a Városi Múzeumban. Vitkai Kovács Vera operaénekesnő már 20 éve együttműködik az újvidéki ökológiai mozgalommal. Így nagy örömmel fogadta az elismerést, Újvidék becsület érdemrendjét, amellyel ez a szervezet kitüntette. Az újvidéki ökológiai mozgalom Újvidékváros becsületérdemrendjével tüntette ki Vitkainé Kovács Vera operaénekesnőt. Ennek kapcsán hangversenyt rendeztek az újvidéki zsinagógában. Vitkainé növendékei örömmel fogadták a meghívást a hangversenyre, és a művésznő igen büszke arra, hogy szinte minden tanítványának sikeres zenei karrierje van. Őket úgy néztem, mint a gyerekeimet, és ők úgy jönnek, mint az én gyermekeim is, az anyjukhoz, mint egy egész család, és ezt a szeretetet valóban nem lehet elfelejteni. Gábor Zoltán operaénekes elmondta, hogy Vitkainéval nehéz volt tartani a lépést az órákon. A legnagyobb gond vele kapcsolatban az, hogy nyomja a tempót, hihetetlen energiája van, közben nagyokat kiabál, ha lehet az ember fülébe, és ez mondjuk néha irritáló is tud lenni, hogy az ember 20 évesen nem tudja tartani a tempót, és akkor kénytelen felvenni, mert már nehogy szégyenbe maradjon. Vitkai Kucsera Ágota operaénekesnő anyja karrierjét választotta. Mint mondta, nagyon különleges és jó érzés volt művészek között felnőni, és ez természetesen kihatott a pályafutására. Ezt láttam odahaza, és ugye kiskoromban is emlékszem, hogy nagyon utánoztam édesanyámat, utánoztam, hogy tanult a szerepjeit, még vassalt, még most, még sétált, és akkor én is ugyanúgy, ő volt ugye az ideálom, hogy ilyen tükörképet csináltam belőle, és valahogy az élet, a sors így vezetett, hogy a pályafutásom hasonló legyen, mint édesanyámé. Vitkainé elmondta, hogy nagy öröm egy anyának, amikor lánya hasonló pályát választ, mint az övé. Aki ennyire tele van lélekkel, és aki ennyi odaadással szintén átvette tőlem, és ő is ugyanígy dolgozik, és nagy sikereket ér el, és most doktorált. Vitkai Kovács Vera bevallotta, hogy nem volt egyszerű tanítania a lányát. Aránylag szigorú tanár is voltam, abból a szempontból, hogy megköveteltem, hogy a tudást megköveteltem. De mindenkin segítettem, akin csak tudtam. Annak ellenére, hogy az anyját legjobb barátnőjeként tekinti, Vitkai Kucsera Ágotának sem volt könnyű anyja tanítványának lenni. Nehéz volt, mivel nem vállaltam ugye őtet, mint tanárt, hanem rögtön, mint édesanyát. Ő is hiába volt szigorú, illetve nagyon szigorú volt, és akkor nagyon gyorsan összekaptunk, akkor elég nehezen indultunk be a munkába. Vitkai Kovács Vera elmondta, hogy minden szerepét örömmel énekelte, de a pillangó kisasszony volt számára mégis a legkedvesebb, mert ez volt életében az első opera, amit látott. Két Németországban élő magyar művésznő lépett fel, Ária és Dalestel Zentán. Egyikük ottani születésű, a másikuk pedig Zentáról költözött ki Németországba.
Az entai születésű zongoraművésznő Boros Gyevi Sarolta 12 éve él Németországban, ahol először Wuppertalban a kölni főiskola leánytagozatán szóló zongora szakon kezdte meg tanulmányait. Később azonban Lipcsébe került, ahol vokális korrepetítor szakon folytatta azokat. Azóta szabadúszó művészként dolgozik, rendkívül sokat koncertezve Németország szerte. Emellett vannak tanítványai, és az egyetemen is van egy docensi állása. A két művésznő barátsága sok éves múltra tekint vissza. Mi Lipcsében ismerkedtünk össze 2003-ban, azt hiszem, ugye? Igen, az a főiskolán. Lipcsében a főiskolán egy olasz kurzuson. Ott ismerkedtünk össze, és összebarátkoztunk, és elkezdtünk zenélni együtt, és észrevettük, hogy nagyon passzol, nagyon jól működik együtt. Azóta gyakran léptek fel együtt? Igen, szóval megpróbálunk itt-ott mindenhol, itt én Köln mellett élek, ott koncertezünk, Lipcse környékén koncertezünk. Az Entán megtartott ária és dalest programját is Kölnben mutatták be először, néhány héttel a Tiszaparti városban megtartott fellépés előtt. Az ottani Wagner Liszt programot annak apropóján állították össze, hogy idén ünnepeljük Richard Wagner születésének 200. évfordulóját. Mi nagyon szeretünk itt Zentán játszani, mert a közönség annyira hálás és annyira nyitott, hogy mindig érezzük a szeretetüket és a kíváncsiságukat. Hogy itt abszolút én nem érzek nyomást, mert úgy érzem, hogy én szeretettel jövök haza, és szeretettel mutatom meg amit újdonságokat, amiket megtanultam, és mondom, hogy ez a kapcsolat a közönséggel nagyon intenzív. Ezt én azt hiszem, hogy nem is igazán lehet szavakba önteni, hanem egyszerűen áramlik ki belőlük egy kíváncsiság, egy szeretet, amit mi is érzünk, és ebben megkönnyítik a dolgunkat. Mindez valószínűleg jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy nem csak Sarolta, hanem Cecília is mindig örömmel utazik Vajdaságba, és persze Magyarországra is. Németországban születtél, magyar szülők gyermekeként. Hogyan éled meg ezt a kettősséget? Szépen. Szóval mindig, hogyha jövök Magyarországra, akkor nagyon szép dolog, mert mivel beszélem a nyelvet, esetleg nem annyira jól, de beszélem, és akkor rögtön az az érzés az embernek, hogy azért egy kis részem ide is tartozik. Hát mondjuk én most már nem nagyon sok magyar környezetben élek, úgyhogy a Sári tulajdonképpen az, aki bennem így mindig a magyarosságomat hozza ki belőlem. Két Németországban élő magyar művész esetében minden kétséget kizáróan joggal merülhet fel a kérdés, vajon mennyiben mások a lehetőségei ott egy fiatal művésznek, mint itthon? Én azt hiszem, hogy nagyon mérvadó a különbség, és ezért is van úgy, hogy azért, ha sokan megkérdezik, hogy tervezek-e hazajönni, hát azt hiszem, hogy nem. Mivel, hogy ott azért még mindig van egy közösség, egy közönség, és nem csak, hogy közönség van, hanem financiális és materiális lehetőségek is vannak az, hogy művésznek érezhesse az ember magát, mert az igazság, hogy és én ezt aláírom, és tudom, hogy az itthoni embereknek is lenne rá szükségük, csak azok, akik a pénzadók sokszor azt gondolják, hogy hát mi ezt csak kedvtelésből csináljuk, és hobbi szinten. Közben azért, amikor mi leülünk gyakorolni, vagy elutazunk egymáshoz, ez mind munka. A komoly zene népszerűsítésére törekvő sajátos megközelítési mód eredményeképpen Boros Gyevi Sarolta a következő nagy projektumként május közepén Muszorgszki egy kiállítás képei című művét fogja előadni egy színész barátjával, aki közös estjükön Péter Ustinov szövegeit meséli majd. Ezzel téve még különlegesebbé az élményt. Egyelőre sajnos csak a németországi közönség számára.